A 27. alkalommal meghirdetett ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny egyik legjobbjával beszélgetek, Tasi Timian Áronnal, aki az ifjúsági verseny első helyezettje lett. Gratulációval kezdem ezt a beszélgetést, Timian. Mivel szerepeltél ezen a megmérettetésen? Magyar Innovációs Szövetség versenyére az okos pályázatommal készültem. Megmagyarázott, hogy miért tendő okos lámpa alatt? Hogy működik? Okoslámpáról is már hallottunk, de ez egy teljesen új megközelítés ennek a lámpának, tehát az én lámpám az egy olyan lámpa, ami beszél is hozzánk, tehát információ közlése is alkalmas. Milyen információkat közöl? Hangot elsősorban, az okos lámpa az két részből áll, egy adóból és egy vevőből, az adó hangot alakít át fényé, hanginformációt egy közvetett fényforrás segítségével közlünk, a vevő ezt a fényintenzitás befogadja és hangja alakítja. Mit üzembe be a te okos lámpát? Ez humanitárius szemszögből ez az eszköz látássérültek, vakok élethelyzetét javítja. Képzeljünk el egy konkrét szituációt, például a közlekedési lámpák. Nem lennének többé berregő dobozok. Tehát a fényt használjuk információ közrése. A fény egy meghatározott területre tudunk információt közölni, tehát a vetítési kúp könnyedén beállítható. Például a vak egy közlekedési szituációban át tudná dönteni, hogy piros a lámpa, vagy zöld, átmehet az úton vagy nem. Azt mondod, hogy nem lennének többé berregő információk. Hát egy vak számára a berregő információ az életet is jelenthet. Életet is jelenthet. Mi helyettesíti a fény, helyettes a fény helyettesíti. Hely. Na de hát az hogy jut el a értelmezéséig? Úgy jut el, hogy tehát adóként a maga a közlekedési lámpát használnánk, és a vak botjával egy fény ellen befogadja ezt az információt, a fényt, és hanggel konvertálja. Tehát ez egy teljesen diszkrét eljárás, úgy tudunk információt eljutatni, hogy azt például más nem hallja csak a vak, akinek van egy megfelelő vevőeszköze. Tehát te eleve ilyen célra szántad a te okos lámpádat? Ilyen humanitáriánus célra? Elsősorban igen, de számos megközelítése lehet a dolognak. Tehát a jövőben sokkal szélesebb körben alkalmazni lehetne. Például egy vásárlás tekintetében akár mindenki más használhatná. Hiszek egy olyan jövőben, hogy holografikus szemüveggel fogunk bevásárolni. Ezek az eszközök rendelkeznek úgynevezett szemkövető funkcióval, tehát hogyha én ránézek egy termékre, a polcvilágítás világítás adja az információt, és az adott termékről tudok én meg többlet információt. És nem kell kezembe fognom a terméket, összetevőit néznem, ezt mind egy szempillantás alatt meg tudom. Úgy beszélsz, mint egy tudós, de tulajdonképpen az is, vagy egy kis tudós, egy kis felfedező, úgyhogy kapdosom a fejem, és nagyon kell figyelnem. Ez a gondolkodásmód, ez gyerekkorodtól jellemzővé vált rád? Igen, én úgy gondolom, hogy én egy eléggé kreatív ember vagyok, hogyha szabad így magamról nyilatkozni. Kiskoromban én már barkácsoltam villamost is, ami működőképes volt, idézőjelben nem árammal, hanem csak egy fa hajtású kis járgány volt. Ez a kiskorod, ez mikor volt? Körülbelül 8 éves korom. Körülmény. 8 éves már össze eszkábáltál egy működők működő kis Igen. Igen. És hát hogy? Nyolc hát éves gyerek éppen, hogy olvasni megtanul. Hát segített azért apukám is ebben a folyamatban. Eszközök, nyilvánvaló, azért egy gyerek kezébe fűrészt annyira nem adunk. Ezek szerint édesapád jártasságot szerzett ezen a téren. Apukám a BOS fejlesztési osztályon dolgozik, mérnök, én És is. Az hasonló alma nem pályára... esik messze a fájától. Én is hasonló pályára készülök. Én a Budapesti Műszaki Egyetemen szeretném tovább folytatni tanulmányaimat, mérnök informatikát szeretnék hallgatni. Tőle tudom, hogy te készítettél úgynevezett zsíros automatát is Legóból. Ezt egy kampány hétre készítettem el, tehát a Hermon hétre. Akkor ez nem a kicsinkorodban történt már? Ez, ez már nem, tehát ez egy programozható Lego robot volt. Nyilvánvaló kis apró eszközökből meg kellett álmodni magát az automatát, ami egy futószallagrendszert takart, különböző hidraulikus motorok segítségével apró kis zsíros kockákat tudtunk eljutatni. A-ból b -be. Természetesen ez egy automata volt, hátul volt egy nagy tank része, oda kerültek az aprók és kockák, és így mindig, hogyha megnyomott az egyik diák egy gombot, akkor egy zsíros kenyér falatkát kidobott. Elég nehéz lehetett így uzsonnázni egy falatkával, ugye? <laughs> Elsősorban a kicsik számára volt ez nagy élmény, sokszor nyomkodták azt a gombot. <laughs> volt neked egy riasztórendszered is? A Lego eszközzel akár riasztórendszert is össze lehetett állítani, különböző szenzorokkal, mozgásérzékelőkkel egy riasztórendszert is összeállítottam. De gyerekkorában az ember sok mindent kipróbál, apáink, nagyapáink idejében Gesztenye bábukat raktak össze, aztán, amikor jött a filmvilága, 8x8-as kamera megjelent, akkor nagyon sok a mozgófilmet csináltak ebből, én magam is őrzök ilyen emlékeket. De hát a te korosztályod teljesen más, hát óriási lehetőség van előtte, csak ki kell használni. Hát te egyike vagy azoknak, akik ugyancsak kihasználják a kínálkozó lehetőséget, Na de ehhez tudás anyaggal is rendelkezni kell, és ezt nem feltétlenül az iskolában szerzi meg az ember, hanem ahogy mondtad, az édesak apjától el ellesi, a szomszédbácsitól ellesi, vagy a barátja hívja fel a figyelmet rá. Tehát ki mihatott leginkább, hogy ebbe az irányba indultál el? Elsősorban iskolámnak is köszönettel tartozom. A Hermanban úgy gondolom nagyon jó tanárok vannak, kiemelkedő minősítéssel. Ezzel azt akarod mondani, hogy a tanárok figyelnek a tehetségekre, tehát külön figyelmet fordítanak arra, hogyha valakinek ebbe az irányba van affinitása, akkor abba terelik, és jobban ösztönzik őt, hogy elérje a sikereit? Így. Van. Hát, hogy arról nem beszéltünk, mikor te tulajdonképpen végzős tanulója vagy a Miskolci Hármanottó Gimnáziumnak. Én érettségiztem, érettségizem, és érettségizni fogok, tehát félúton írásbeli és szóbeli között. El. Közben öregbíted az iskola hírnevét az ilyen versenyekkel. Megpróbálom legalábbis. Én úgy gondolom, nagyon szép díj ez az első helyezés és még amit szerintem még ki is felejtettem mondani valómból, megyek tovább. Tehát az elsők továbbítottak az Európai Innovációs Versenyre Dublinba. Ez pedig az első ilyen megmérettetésed volt, Imján, hogy részt vettél a Tudományos Ifjúsági Innovációs Tehetségkutatón? Első alkalommal voltam ezen a versenyem. De versenyezni azért máshol is voltál már. Igen, voltam. Hol? Matematika, német nyelvből számos eredményem van. Olyan Informatik... bogárnak tartanak téged? Hát, nem. Nem feltétlenül így nyilatkoznék magamról, de minden esetre szívből jön a tudás, és próbálom ezen az úton bontogatni szárnyaimat. De ez nem azt jelenti, hogy nem vagy amolyan normális fiatal. Tehát neked is van igényed a szórakozásra, a táncra, a bulizásra. A szabadidő is úgy gondolom nagyon fontos életemben. Barátaimmal szívesen járok akár kávézni. Én inkább szeretem a tartalmasabb beszélgetéseket, mint sem a bulizást, de oda is nagyon szívesen megyek akár. És ezek a barátok hasonlóan gondolkodnak, mint te? Ők is megpróbálnak valamilyen területen újítgatni? Így van. Mondj egy példát nekem. Egyik barátom inkább fizikai szemszögből közelíti meg a dolgokat, másik pedig akár autógyártás, autó kapcsán közelíti meg ezeket. Az jó, hogy ti eszmét cseréltek, meg találkoztok, meg de amikor a tudásodat gyarapítod, ott általában magányos vagy, ott általában egyedül vagy. Említetted, hogy a tanárok, felkészítő tanárok is sokat segítenek. De neked kell kitörpölni igazán, hogy mit akarsz csinálni, neked kellett kitalálni azt, hogy én egy okos lámpával akarok ezen a megmérettetésen részt venni. Hát hogy jutott ez az egész az eszedbe? A Hermannban van egy természettudományos labor, és egyik napon a fizika a fénymodulációról beszéltem. Én próbáltam ezt az egész fizikai jelenséget más szemszögből felfogni és így jutott eszembe, hogy mi lenne akkor, hogy ezzel az egész fémmodulációval információt tudnánk eljutatni, akár ezt még tovább vinni. Miskolci fiú vagy, ugye? Igen, igen, igen. Az otthonodban van saját szobád? Van. Hogy néz ki? Le tudod írni nekem ezt a saját szobát? Úgy gondolom, egy eléggé szép szobám van. Természetesen ágy, íróasztal, és ne feledkezzünk el, van egy teraszom is, amiről szinte majdnem az egész város beláttam. Akkor gyönyörű helyen lehet. Igen. Előszeretettel szoktam kint tanulni, zöldjebb tarkítja a erkét a szobádba, meg el tudom képzelni, hogy van olyan sarok, ami mindenféle kütyükkel van tele. Ez is igaz. A legókat most egyelőre száműztem, mert az eléggé jó nagy doboz volt, úgyhogy az többé nem. Más milyen dolgokra kell gondolni. Én az informatika kapcsán is szeretem magam idézőjelesen tovább képezni, amennyi időm engedi. Tehát én... És hogy képezett tovább magad? Interneten, olvasol, filmeket nézel? Hogy? Technikai híreket olvasok. Hol? Hírportálokon, idegen nyelven, hisz ott jelennek meg leghamarabb a dolgok. Angolul, németül? Angolul, németül, így van. Mind a két nyelven? Mind a két írott. nyelven, igen. És például a videóvágás effektprogrammal való videókészítés is nagyon érdekel. Azért itt kell megemlíteni, hogy a terveid szerint mész a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol te német nyelven szeretnéd elsajátítani a tudást magasabb színvonalon, ugye? Mérnök informatikát szeretnék hallgatni német nyelven. Nem nagy vállalkozás ez? Úgy gondolom, ez még viszonylag egy tűrhetőbb kategória, hisz nem kell Németországba vagy idegen nyelvi területre mennem, hogy egy tudományágat megtanulhassak. Hazai környezetben, hazai pályán csak rutinus talán végezni fogom. Számodra ez fontos, hogy hazai pályán végez. Igen, én úgy gondolom, hogy a közeg szabadidőmben azért jó, hogyha támogat és magyarul mellettem áll. Szüleid mit szóltak a sikeredhez? Nagyon gratuláltak, és szeretném megköszönni szüleimnek családomnak, hogy kitartottak mellettem, támogattak engem, itt egy egyszerű porszívózásról való lemondás is, sokat akár jelentett. sokat jelentett igen. Azt tudjuk, hogy édesapád a borst fejlesztőmérnöke anyukádról nem tudjuk, hogy mi foglalkozik? Ő német tanár, az Na, hát akkor könnyű így németül tudni, nem? Kint éltek szüleim Németországban, innen ered nevem eredete, az azaz kakukfű. Hát ezt úgy is megkérdeztem volna, hogy, hogy, hogy is van ez, mert biztos, hogy megkérdezik tőled nagyon sokan, hogy ez a tímián név, ez honnan ered. Anyukám egyik nap a fűszeres polcok között megpillantotta a kakukfűvet, azaz a tűmjánt, és mivel ő tímea, illetve én tímján, hasonló hasonlóképpen, mint Krisztina, Krisztián. Külön kellett szabadalmaztatni, de elfogadták. És más tímiánt is? Nem. Nem. Jó ez a név ahhoz, hogy majd olvasgassanak rólad, mint nagyszerű feltalálóról, úgy ez jó ki van találva. Miért határoztad el, hogy részt veszel ezen az innovációs tehetségkutatón? Meg akartad mutatni másoknak is a tudásodat, vagy miért? Én elsősorban tudásom és kreativitásom szemszögéből közelítettem meg ezt a versenyt. Ezt az okos lámpát én már hamarabb elkezdtem. Fizika tanárom hívta fel erre a pályázatra, erre a versenyre a figyelmemet, és úgy gondoltam, mi lenne, hogyha erre a versenyre tényleg beneveznék, és bontogatnám szárnyaimat a téren is. Igaz, nagyon sok Erőfeszítésembe betellett, tehát itt maga az eszköz megalkotása és jelentős időt vett igénybe, valamint az ehhez kapcsolódó. Egyéb pályázati beadványok, 3D-s, modellvideók, más videók, valamint még szabadalmi eljárás is kapcsolódik ez az egész dologhoz. A vetékedésen, illetőleg a versenyen milyen hangulat uralkodott? Ez egy több lépcsős verseny volt. A második fordulón szóban is be kellett mutatnunk magát az eszközt. Egy prezentáció formájában én ezt idegen nyelven ismertettem. Többek között talán ez is a zsűri figyelmét felhívtam és végül egy eredményhirdetésen átvehettem a díjat, ez egy nagyon szép lépcsős szobor, egy gömbbel tarkítva, tehát ami mint egy i alakot szimbolizálna. Maga a lépcső pedig szerintem azt, hogy a siker útján így halad az ember, nem? Ja, akár igen. Azért ez nagy dolog volt, mert ezt 20 év alatti fiatalok számára hirdették meg ezt a versenyt, és több mint 100 pályázó közül 69 jutott tovább az első fordulóban, aztán 57-nek sikerült bemutatni is a pályázatát, és a június elejé nyilvános eredményhirdetésen már csak páran vettetek részt, ugye, nagyon-nagyon kevesen, és védhettétek meg úgymond a pályamunkátokat, vagy találmányotokat. Igen nagy dolog volt itt első díjat elhozni. Hát sokan értetlenkedve néznek az ilyen feladat előtt, sokan pedig kihívásnak tartják. Számodra mi a kihívás? Az újabb és újabb feladatok kitalálása, vagy segíteni másokon? Mi az, ami téged motivál? Elsősorban engem az motivál, hogyha én találok, egy bizonyos kis apró tudományterületet, vagy egy kis apró kis szeletét a, akár a tudománynak, akár a társadalomnak, akkor én azt megpróbálom kidolgozni, és akár egy kész, mint jelen esetben okos lámpa eszközzel ezt bemutatni, és felhívni a társadalom figyelmét ilyen találmányokra is. Fiatal korod ellenére nagyon felnőttesen gondolkoz, néhány perc alatt én úgy ismertelek meg, hogy egy különleges névvel bírsz, különleges gondolkodással is bírsz, kevés vagy affin a bulizós fiatalok társasága iránt, sokkal inkább érdekel téged az a beszélgetős összejövetel, aminek van valami matériája mondani valója, tehát ami előbbre visz. Hál' Istennek sok ilyen fiatal van, és hát nem csak erre vágysz, hanem ebbéli jártasságodról nagyszerű tanúbizonyságot tettél itt a közelmúltban ezen a tehetségkutató versenyen. Arról is meggyőztél, minden bizonyan a hallgatót is meggyőztet, hogy itthon határainkon belül szeretnéd kamatoztatni a tudásodat, tehát egy értékes fiatal emberrel beszélgetek, és mindenképpen jó lenne, hogyha az, amit én tréfásan mondtam, hogy jól hangzik ez a Timián név, egy olyan életút mellé, amire méltán lehet majd büszke az édesapád, az édesanyád, amire fel kell figyelni. Tehát ami valami módon, bár ez így hangzatosnak tűnik, de össztársadalmi szinten hasznos lesz majd. Ilyesmi terved, vágyad, elképzelésed van? Igen, tehát mindenféleképpen a társadalmat szeretném támogatni, valamint az informatika, a digitalizáció terén a társadalmat akár még befolyásolni, és pozitív értelembe véve. Ki az, akivel te erről beszélgetni szoktál? Elsősorban apukámmal, de mint említettem, számos hírportálon olvasom az információkat, és megpróbálom ezeket az információkat, nyilvánvaló kezdetben ez eléggé nehéz volt, de feldolgozni, és megpróbálom egyszerűen összekapcsolni ismereteimmel. Tehát te ebben már 18 éves korodban megfogalmazódott az, a jelek szerint, hogy szeretnél valami nyomot hagyni ezen a földön magad után, és nem is akármilyen nyomot. Akár, igen. Örülök, hogy megismerhettelek, és további sikereket kívánok, amihez itt van egy következő kínálkozó alkalom, hiszen az első díjas pályázók megkapták ugye azt a lehetőséget, hogy hazánkat képviseljék, majd a Dublinban megrendezendő 30. fiatal tudósok versenyén, amelyen 37 ország fiataljai vesznek részt. Sikeresen szerepel. Köszönöm szépen!